Na, hello, sziasztok! Üdv mindenkinek! Folytatjuk a Diablo modellezésest. Vagyok ez a startot. No, szóval, tegnap tudtam csinálni, úgyhogy kicsit viszonylag jól haladtam, meg most már ezért gyorsabb volt. Fogjuk rá. Úgyhogy, ahogy a példa is mutatja, viszonylagosan eléggé jól felépült újra ez a cucc. azt kell, hogy mondjam, hogy elkövettem mondjuk egy új dolgot benne, ugye? Jobban rámentem erre a szétrepedő, szétszakadós témára, mert hogy ugye az eredeti képen is úgy van kb., hogy ezek a részek ugye szétszakadtak neki. Mondjuk úgy, hogy papíron aki ezt kigondolta, ugye ez egy emberből lett a Diablo, és ugye hát többszörösre nőtt. Na most ugye az emberi testet hogy tud tágulni, szétszakad, ugye? Gondolom, ebből indultak ki az emberkék. Vagy ember, nem tudom, hogy ki találta ki. Na, úgyhogy nagyon erre mentem rá, hogy próbáljak ilyen, hát nem effekteket, hanem vonalakat belevinni. De megtartsam ugyanezt a részét, hogy oké, te szétszakadtál. Nem tudom, hát fogjuk rá, hogy helyek közel talán sikerült, bár biztos, hogy valaki mondaná azt, hogy ezt nem így kellett volna. Jó, én így csináltam, mondjuk ezzel nincsen semmi gond. No. Ja, és ugye visszaépítettem itt a pikkelyes dolgot, meg egy... Nem azt mondom, hogy jobban néz ki, mert a másik is tök jól nézett ki. De ez is jól néz ki. Inkább azt mondom, szerintem. Jól sikerült. Itt volt egy kis ilyen pikkelyeket raktam még pluszba bele, hát ezt lehet, hogy annyira nem kellett volna még talán, de nem baj. Jól kijött végül is a dolog. Úgyhogy... jelenleg így néz ki. Új fent. Egy-két olyan dolog van, ami úgy tök véletlen kijött, és szerintem baromi jól néz ki mindjük ez a részeit. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Ez is olyan összességében nézve olyan jobbofis, hogy úgy mondjam. Meg hát ugye ezt a részt is így durván megküldtem ezzel a szakadós tucca. És mondjuk azt, hogy nem néz ki rosszul. Szóval... teljesen mondjuk azt, hogy elfogadható. No, ami viszont még van vele, az egy tök egyszerű dolog, ezt a részt itt megcsinálni. Mert már erre tegnap nem volt érkezésem. Úgy gondoltam, hogy nekem szerintem elég volt, és most kéne abba hagyni. És én ezt nagyon jól gondoltam. De nem baj. Most megcsináljuk, és akkor haladunk tovább. Többi része. Viszont még azt nem tudom, hogy majd hogy csatlakozik ez a rész bele a másik részbe, mert ugye azt hiszem módosítgattam talán a másiknál. Ne kapkodjuk el, majd hogyha odajutunk, meglátjuk. No! Hát akkor utca neki, azt mondom. Jó kis chillás zenére. Hogy... hopp, nem, hopp. De hopp, nem, de... jaj, toljunk már egy összességes képet. Ezt én sem néztem még meg. Egybe az egész, hogy tud kinézni. És rá kellett jöjjek, hogy hát igen, fejlesztenem kell a gépet. Mondjuk az, hogy nem lett szarabb. Nekem látod, tetszik. Tök jó. Hát a fejénél majd lesznek még érdekességek, mert... bár ezt nem, mert azt látom, hogy azt is tükrözve csináltam. Akkor mondjuk nem lesz érdekesség. Ha azt nézzük, akkor végül is jó lehet itt még a dolog. Nem csúnya, szóval én már nagyon várom a végét. Tényleg az egész egyben meglegyen. Hát ez egy kicsit így durva lesz.
Hova rakjalak te? Igen, úgyhogy 7 gigát már elvitt a dologból, mondjuk 15, mi ez, poligonnak nevezhetni, ugye, áramszögezés van benne, 15-17 millió. Addig nem merek én ezt hozzányúlni. Remélhetőleg, hogy nincs megjelenítve, akkor azért nem fogja megenni a gépemet. De hát azért mégiscsak 8 gigánál tartunk, 8 gigaramnál. És akkor még a többiről nem is beszéltem. Mondjuk ezeket úgyis le kell majd mondjuk úgy, hogy csökkenteni, mert azért ez rohadt sok. Viszont... most nézem ezt, hogy ezt azért itt még lehet, hogy ezt itt folytatni kell akkor. Meg ezt beküldjük vissza a helyére. Így mondjuk ezt, hogy elfogadható. Nézzük csak. Hát úgy sincsen semmi. Csakol 10. Jó, hát ez szerintem itt maradhat így. Majd úgyis, hogyha össze lesz majd olvasztva, akkor leszek én kíváncsi erre a dologra. Jó, akkor ezt kell itt befejezni. Meg ezt a részét. Hogy lenne kész? Elveszett a fele. Bekresselt a cucc. Nem tudtam megnyitni a fájt. Csak ezt az alsó részt tudtam megmenteni. Ezt a felső részt újra kellett csinálni. Hogy lenne kész? Ugye? Ugye? De nem baj, mert megcsináltam. És mondhatnám azt, hogy viszonylagosan ez jobban illik ehhez. Szóval... nem azt mondom, hogy jobb lett. Jobban illik ehhez, ez az új módi cucli. No, kávé. Csak valamit majd tényleg kezdeni kell, mert megeszi a ramokat. Felzabbantja. Hamarabb végzem. Már beindultak a munkálatok. Ennyi. De te mondtad mindig, ó, majd jön a nyár, vagy jön a tél. Jó, hát már. Az a gond, hogy nincsen semmi, amivel lehetne tolni. Effektíve. Tegnap Zozóval mentünk egy kis vatot, hamar feladtuk. Meg ő fáradt volt. Meg BF-et, na azt még inkább hamar ő feladta. Teljesen meg tudtam érteni. Ezt mondjuk én innen kitörölném, mert mi a francnak. Aztán... ezt is kitörelném, mert mi a francnak. Ez még nem tudom, miért van megcserélve. Így. Jó van, jó munkát. Jó munkát. Jó. Most kicsit előre gondolkodtam, hogy mi a fene lesz a következő, amit mondjuk meg fogok csinálni. Ezekkel hamar végeznék. Ezekkel nem tudni. Az a gond, hogy ez a két
Hát ez is, meg talán a szemez is, mind a kettő ugyanolyan pikkelyesen épül fel, mint ez. A test lesz a legnehezebb, úgy gondolom, illetve nem a legnehezebb, a legtovább, azt kell csinálnom. A kezek könnyűek lesznek. Ja, és akkor még van egy farok. Farok rész. Abból meg ugye azt találtam ki, hogy egyet megcsinálok, és ezt duplikálom sokszor, és akkor csak úgy valamit majd kialakítva, nem tudom én. Ment. Jó van, mentsen. El ne veszel nekem semmi. No. Akkor ez itt megvan. Össze van rakva, akkor még a maradékot megcsináljuk. Dum-dum-dum. Jó. Oké. Akkor ezt egész itt az összes mindenséget ide lehozzuk. Jó. Megnézem, hogy ez elég volt neki. Hol bőven. Hol bőven nagyon jó. Jó. Na. Igen, ezt egy kicsit olyan sok poligomból csináltam, mert mondom, nem szarazok, hogy utána később majd még azokat ott finomítom, mert a program ugye benne van az, hogy menet közben több poligont csinál majd ott az, abból a területből, amit én ott majd ott szerkezgetek.
Hát, de valamiért az úgy nagyon nem kóser, szóval így nem akar menni. Már megy, csak nem lehet vele dolgozni, mert egész egyszerűen annyira akadóssá teszi az egészet. Hogy inkább úgy voltam vele én is, hogy jó, hát akkor ezt hagyjuk. Így is, amint látszik, van egy-két dolog, ami még így is neki egy ilyen kicsit, hát mondjuk úgy, hogy... akadósos, jaj, tényleg kéne is nyitni egy képet. Onnan gyorsan belesni azt a cuccot. Hát ez szokásos akkor. Ez már megint nem látszik. Na jó. Hogy... hát lehet, hogy kevesebb ilyen ízét cuccot raktam bele, a múltkor több volt. Elég sok kellene, hogy még legyen, de nem rossz ez így. Nem tudom, jó az. De csak, mintha a múltkor több lett volna. Ez kb. Így jó lesz. Úgy gondolom. Ez a gondot nagyon sötét, és nem igazán látom a dolgokat. De hát. Mondjuk a szisztém ugyanaz kb., hogy ugyanúgy ez a szakadós rész, ahogy én látom. Thank you.
Thank you.
Jó. Kuci, kuci. Majd a végén elsimítom. Úgy is elsimítom a dolgokat. Kicsit gyorsítunk, mert nagyon részletesre veszem, az se jó, mert akkor nagyon részletes lesz, az meg tök fölös, meg itt ennél a résznél nem is kéne annyira. Nem baj, ha részletes, de... Így akkor tényleg elég sokáig fog készülni ez a cucc. Pont nem jó. Thank you.
Szerintem ez így tökéletesen jó lesz. No, akkor készen van. Új fent ez a rész. Mondtunk. Egyébként én nem igazán tudom ezt a memória használatot, hogy hogy kezeli a Blender. Nekem az lenne a logikus, hogy mindent úgymond, amit használsz, betölt. Nem baj, mert most csak 5,5 RAM-ot eszik meg, giga RAM-ot. De nem baj az, hogyha kiürítgeti, csak ezt egy plusz hibaforrásnak tudnám elkönyvelni, hogy ebből nagyobb a hiba lehetőség így. Nem biztos, mert nem értek én ehhez, teljességgel sem. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezt tudnám még elképzelni. Ezt itt egy kicsit megmahintorgáljuk, hogy mit csinálunk vele. Nézzem már így ki, legyen már valami kis... Na jó, ne legyen már ilyen tök egyenes, tök sima. Úgy. Jó, na. Elmentjük egy másikba, mert miért ne. Hadd legyen. A hely ez nem érdekel, hadd mentsen szépen. Sem tényleg, hogy mennyi. Mondjuk ez egy kicsit sokáig fog eltartani, úgy gondolom. Egy eddig nem látszik, hogy pont ott van a Total Commander. Na jó. A teljességgel felcsigázott, hogy mennyi. És most adunk 2-2-nél. Not bad. Not bad. Now you. Jó. Oxi. Zsír, az is megvan, minden megvan. Nagyon jó, akkor ezt kikapcsolhatjuk, ezt visszakapcsolhatjuk. Ezen esetleg még valamit kéne utólag gondosítgatni. Nem tudom, mi történik, jelzem. Object mode? Miért van az object mode-ban? Módosító van rajtad. Azt írja, hogy van rajta egy módosító. Ez most felcsigázott, mi modellesnél, objectnél? De tök mindegy, mert ugyanez a módosító. Jaj, mondjuk tényleg ezt megtettem volna, hogy a másikat egy kicsit lekonvertálgatom. Ajajaj. Nem tudom, mi történik.
Fogalmam sincs, hogy mi történik. Azt se tudom, hogy még megy a... Hát, elvileg megy. Csak gondolom baromig nagyokat bedroppolt, amit nem jelez. Ha-ha! Úgy tűnik, hogy valamit nem szeret a program. Sorry, egy gépről megy sajnos mind a kettő, úgyhogy nem tudok ezzel mit tenni. Az igen! Jó, hát dolgozzon csak a program, én arra azt mondom. Remélhetőleg annyira nem fog beakadni tőle a stream. Csak nem tudom, hogy mit csinál. Ez a legnagyobb baj. Fingom sincsen, mit mond, törködik ennyit ez a program. És gondolom órák kérdése is van, amit egyszer csak ki fog dobni. De wow! Ah, de ezen dolgoztál ennyit? Tényleg? Jó, módosított, mindig nem tudok mit tenni vele. Pedig ott van, és nem jelzi. Jaj, ne! Jó, oké. De nem nagyon akarom ezt modellezni, nem véletlenül nem ott csinálom. Jó, azt szerintem most én csirájával kicsit lefogom. Ó, viszont ott hoppá, mi derült ki? Ott kilóg. Azt kell, hogy mondjam, nem véletlen ment tönkre szerintem az előző is. Elhiszem, hogy komoly számításokat végez nagyban, mondjuk 95%-os memória terhelésnél 5 gigát fogyaszt, csak hol a többi? Szóval az hol van? Mindegy. Jó, akkor a következő az lesz, hogy leirodáljuk ezt az elemet, mert az rohadt sok. Nem akarom nem fejezem be. Miért fejezném be a folyamatot, te retardát? Most azért, mert nem válaszol? Hát nem látod szegény, hogy dolgozik, te? Szívtelen vagy, nem hadsz neki lehetőséget. Barzalom! Várok a válaszra! Még lehet, hogy le kéne lőni. Jobban járnék, hogyha egyből betöltem újra.
Hát vannak dolgok, amik így nem várt eseményeket hoznak. Hát kizárásos alapon, hogy fingom sincs, hogy most mi a fenét csinál. De nem merem bezárni, mert akkor elveszik a végén még megint az a cucc. Mondjuk jó, most már megvan, mert már meg annyi helyre mentem, de... Addig ígyunk. Mondjuk nem szívesen... Na jó. Kockáztatunk. Most azért, hogy egyik nézetből a másikba lépek, és azért tart ennyit, hát ez... Nem fogok arra várni, az biztos. Jó, úgyhogy az első úgyis az lesz, hogy... Lekon-kon-konvertálgatjuk. OBS ez nem érzékelte, hogy kb. Így megállt minden. Nem, az leszarja, ő kemény betolja. Ez nagyon nem érdekelte. Na, tötögy! Tötögy! Atosban megvan, mert azt elmentettem, úgyhogy ha nagyon kéne... Hatosban megvan. Mármint ilyen nagy felbontású. Mert hogyha kicsire rakom... Elméletben mindent be kéne, hogy tartson, de kevesebb poligon lesz benne. Már mindjárt kiderül. Na. Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy? Rábögtem? Nyá! Jó, ezt megadjuk így, szerintem egyszerűbb. Mert a csúszkát fogadok, hogyha elkezdeném húzni, akkor minden egyes alkalommal elkezdem számítani, így meg csak egyszer számol legalább, mert egy pozícióba lépünk.